Egyetlen icipici pont kell már csak a kihívóknak ahhoz, hogy megnyerjék a medáljátékot. 6-5-re vezetnek a kékek, és pillanatokon belül jön majd Gréti, illetve Janka csatája, de még őket megelőzik természetesen a fiúk, egészen konkrétan a kékeknél Rozsgeri, a másik oldalon pedig Teni, ők lesznek majd a futóemberek, a végén pedig az ügyességit Gréti és Janka fogja végrehajtani. Felkészülni, 3, 2, 1... Na hát akkor lássuk ezt a nagyon-nagyon fontos futamot, amennyiben a kihívók nyernek, tehát ugyanez igaz a bajnokokra is, csapatszinten fognak majd egy medált nyerni, egy darab életet, amit eldönt majd a csapat, hogy ki kapja, ami nagyon nehéz feladat, tekintve, hogy a kékektől és a pirosaktól is a mai napon ketten-ketten biztosan párbajoznak a női mezőnyből, úgyhogy ezt majd komolyan meg kell beszélni, át kell rágni, ki kell találni, meg kell vitatni csapaton belül, hogy ki kapja ezt a bizonyos medált. Hát gyakorlatilag fejfej mellett Teni, illetve Gergő ebben a pillanatban érkeznek, és akkor innentől kezdve Jankán és Grétin a sor, nekik kell megküzdeni egymással, az elemekkel, és persze ott a végén az ügyességi feladattal, ami nem kis kihívás, láttuk az eddigieket. Janka jön a másodikon, és ne feledjük azt sem, hogy láttuk már ezt a két lányt befejező játékosként, és mindannyiszor, amikor ők fejezték be az ügyességét, akkor elveszítette az adott futamot, az adott csapat, úgyhogy ez a rossz átok, ez most meg fog törni egészen biztosan. Van egy pici előnye most Grétinek Jankával szemben. Ő jön elsőként a második medencébe, és most már csak 3 kiskapunk kell, valahogy átverekednie magát Grétinek is, és Jankának is. És Gréti jön elsőként, ő jön tehát elsőként, na nézzük! A karikadobás lesz ugye a legnehezebb, de ezt még megelőzi a totemek ledobása. Gréti ledobja az első totemet, ledobja a másikat is, most már a karikákon a sor. Jankának is megvan a második totem, és nézzük a karikát, az nagyon lapos Jankánál. Az viszont jó, úgy tűnik, hogy Janka nagyon jól csinálja, megvan Grétinek is. Jaj, de nagyon fölé dobta, és megcsinálja Gréti a medáljátékot, a kékek tehát a kihívók nyerték. Nagyon nagy az öröm a kékeknél, nem véletlen, megvan tehát ez a bizonyos medálban is az élet, ami csapaton belül egymás között fognak majd eldönteni, hogy kikapja, hiszen nem sokára jön majd a párbaj, és legközelebb ott találkozunk majd a játékosokkal. Fölé dobta, és megcsinálja Gréti a medáljátékot, a kékek tehát a kihívók nyerték.